Karcag városa még 2019-ben pályázott iparterület fejlesztése a terület és település fejlesztési operatív program forrásaira. A pályázat sikeres volt, a Jászhegy-Kun-Szolnok vármegyei önkormányzat és a 100%-os tulajdonában álló Jászhegy-Kun-Szolnok vármegyei területfejlesztési ügynökség non-profit Kft. Konzorciumi együttműködés keretében 865 millió forint támogatáshoz jutott. Az ipari park fejlesztésének második üteme befejeződött. A megyei közgyűlés a pályázat beadója és koordinálója a Karcagi Ipari Park 2-es fejlesztésének, amely mindenképpen szükséges a városban, hiszen a város gazdasági fejlődése szempontjából, a város megtartó erejének a javítása céljából, az ide szándékozó, betelepülni szándékozó vállalkozások szempontjából, illetve nyilvánvalóan a helyben vállalkozók szempontjából is jelentős lépés, hiszen egy olyan ipari területre tudnak most már kiköltözni, hogyha szándékukban áll, ahol mindenféle infrastruktúra rendelkezésükre áll, legyen akár kezdővállalkozás, akár pedig működő vállalkozás új telephelye. A projekt célja annak a valamivel több mint 13 hektáros területnek a fejlesztése volt, amely az északi Újtelep Vágóhíd utca által határolt városrész. Ez amikor annak idején megyei közgyűlési elnök voltam, én kezdeményeztem, hogy ez az ipari terület megyei beruházásba valósuljon meg, már akkor látszott, hogy egyre nagyobb igény van itt az Alföld közepén, itt Jászhegy-Kun-Szolnok megyében is egyre több ipari területre, hiszen nagy a befektetők érdeklődése, és bebizonyosodott az, hogy egyre több beruházás jön most már térségünkben is. Ez a terület Karcag egy kevésbé frekventált része, egy mélyen fekvő rész, igazából lakóépületnek, mezőgazdasági területnek nem alkalmas, de feltöltéssel és műszaki megoldásokkal egy nagyon jó iparterület tud lenni, és a 4-es elkerülő szakasza is itt fog, Karcagot elkerülő szakasza is itt fog megvalósulni, tehát Karcagnak egy új iparterületi öve fog itt a város keleti részén megvalósulni. A projekt sikeres megvalósításával a vármegyei önkormányzat céljai teljesültek, hiszen egy ilyen beruházás során nem csak a gazdaságélénkítés, a munkahelyteremtés fontos, hanem a területi kiegyenlítés elve alapján az is, hogy a Nagykunság fővárosa Karcag egy olyan belépő zónája legyen a térségnek, ami az M4-es közelettével megteremti a lehetőséget a meglévő vállalkozások megerősödéséhez és új vállalkozások betelepülése előtt. A Nagykunság relatíve alacsonyabban iparosodott, mint a vármegye többi része, és azzal, hogy iparterületet fejlesztünk, és a betelepüléshez egy nagyon komoly objektum most már rendelkezésére áll a vállalkozásoknak, ezzel Karcag egy belépő zónája lehet a Nagykunság iparterületeinek, és ezzel a munkahelyteremtést, a gazdasági erő növekedést, az önkormányzatok adóerő növekedését, és összességében egy település megtartó erejét, egy térség megtartó erejét tudjuk egy ilyen gazdaság szervező, gazdaság ösztönző, egy versenyt fokozó létesítmény elkészültével a vármegyének átadni. És nyilván nem csak a Nagykunság szempontjából fontos, hanem a vármegye egész szempontjából fontos. A teljes infrastruktúra azt jelenti, hogy teljesen kiépül az ivó- és szennyvízhálózat, az elektromos ellátás, valamint azok az utak az ipar területen belül, amelyeken az ide települő vállalkozások nyersanyag ellátása, valamint késztermékszállítása zajlik majd. Az épülő 4-es gyorsforgalmi út elkerülő szakasza közvetlenül az ipar terület mellett halad el, így ezek a teherautók nem fogják terhelni a város forgalmát. A 4-es gyorsforgalmi út, illetve a hozzá kapcsolódó elkerülő út egy olyan lehetőséget biztosít ennek a területnek, ahol gyorsforgalmi út elérés. Nyilvánvalóan a mai fejgyorsult gazdasági életben, fejgyorsult gazdasági fejlődésben létfontosságú az, hogy egy vállalkozás olyan telephelyet tudjon üzemeltetni, működtetni, ahol gyorsforgalmi úton bárkit, bármilyen települést, bármilyen más vállalkozást elér. Ugye az elkerülő útnak a tervezése kapcsán már akkor fölmerült, hogy ez az ipari terület megvalósításra kerül, tehát ennek a bekapcsolása, ezzel együtt a gyorsforgalmi utakhoz való kapcsolódása a jövőben biztosított lesz, így természetesen azok a vállalkozók is élvezni fogják az előnyeit ennek a telephelynek, akikkel majd szerződést tudunk kötni a fejlesztés céljáról.
az új iparterület iránt már van befektető érdeklődés, a használatba vételi engedélyeztetések folynak, tavasztól pedig akár már hosszú távú szerződéseket is köthet az önkormányzat a betelepülő cégekkel. A város tulajdonában van a mostani iparterület mellett még egy 11 hektáros terület, így ha nagy az érdeklődés, az új ipari övezet tovább bővíthető.